Üdvözlöm a kedves nézőket, Önök a Tapolcai Városi Televízió sportmagazinját látják. Kezdjük márciusi és áprilisi legfontosabb rövid sporthíreinkkel. A tapolcai trappolók rekord létszámmal képviselték a várost a 11. alkalommal megrendezett Spúri Balaton szupermaratonon március 22-től 25-ig. 39-en futották körbe az ország legnagyobb tavát. A négynapos verseny teljes, 196 kilométerén túl számos egyéb távot is teljesítettek az indulók. Földesi József a trappolók egyik vezéregyénisége elmondta, külön öröm volt a tapolcai futóknak, hogy most először indultak ilyen nagy létszámmal a megmérettetésen. Ebből heten első alkalommal álltak rajthoz az adott versenyszámban. A teljes Balaton kerülő távot egyéniben futotta le Lajkó Mónika, Kelencsér Tibor Zoltán, Szalkai Zsolt és Nagy Miklós. Párban a trappoló lányok, Baldáné Kis Klaudia, Mohos Bárány Nóra, a Fussatok Bolondok, Szücs Hajnalka, Keresztes Anikó, a Z csapat, Molnár Éva, Nyakas Erika, a Gombák, Gombos Róbert, Takács Ákos és a Hobó, Hofman Rihárd, Borbé István teljesítette a távot. A csapatok is sikeresen célba értek, azaz a Réfi Tünde, Hofman Hedvig, Beréti Zsanett, Gubián Judit alkotta négyes fogat, a Domán Gábor, Domán Fruzsina, Domán Rajbunt, Patkós Máté, Dománék néven futó csapata, a Füle Zsolt, Illés Mátyás, Pap László, Mazsola együttese, a Kustos István, Kozma Imre, Szabó Zoltán alkotta Guminó, valamint a Három Csiga, azaz Szám Lajos, Németh Gyula és Mosdényi Gábor. Az Öböl félmaratont Virosa Noémi, Szabó Gábor, Aranyodi Máté és Szita Gábor futotta le. Maraton plusz versenyszámban az 52 kilométeres eddigi leghosszabb távját teljesítve Gál Zsolt, míg a 10 kilométerre rövidebb útvonalon életük első maratonján Enyinginé Tóth Andrea, Bárány Péter és Mohos Imre szakíthatta át a célszalagot. A tapolcai trappolók két kitartó tagja nevezett be idén április 21-én a 17. alkalommal megrendezett sárvári 6-12-24 órás futóversenyre, ahol dobogós helyen végeztek. Nagy Miklós életében először futott 6 órán át, ami alatt 66 kilométert teljesített, végül pedig az aranyérem került a nyakába. Összetettben az 5. helyen zárt. Szalkai Zsolt szintén először nevezett be a 24 órás futamra, ami alatt 167,4 kilométert tett meg. Korosztályában a második, még abszolút kategóriában a 4. helyen végzett. Felkészítésüket Földesi József segítette, aki elmondta Zsolttal 2 éve, Miklóssal pedig 1 éve dolgoznak együtt. Hatalmas teljesítmény ez tanítványaitól, akiknek végtelen kitartására nagyon büszke. A Domonkos László emlékversenyen a Simon Judo Szabadidő és Diáksport Egyesület 25 ifjú sportolója szerepelt remek eredményekkel március 18-án. A Veszprémi regionális rangsorversenyen a Nevazában indult 10 év alattiak mindannyian éremmel és szép emlékekkel tértek haza. Diák C kategóriában Keszthelyi Gellért a dobogó első, míg Szabó Máté a második fokára állhatott. Felkészítőik Simon Mihály és Cseh Angéla. A helyi egészségfejlesztési iroda kerékpár és gyalogtúrát szervezett március elején a Káli medencébe. Az idei első kerékpártúránkon Gyulakeszin át Nemes Gulács felé indulva érkeztünk meg Mindszentkállára, ahol a helyi önkormányzat biztosította nekünk a pihenőhelyet, a frissítőről pedig a Fekete család gondoskodott. 12-en csatlakoztak hozzánk, gond nélkül teljesítette mindenki a távot. A kerékpáros programot kiegészítettük egy gyalogtúrával, a Kopaszhegyhez látogattunk el. A változatosság kedvéért a Csobáncot megkerülve érkeztünk vissza Tapolcára. Tájékoztatott minket Fábián Kata, az iroda munkatársa. Kovács Dániel, a Tapolca vívóklub sportolója, kijutott az április elejé veronai kadett férfi párbajtőr világbajnokságra. A junior és kadett korosztálynak szervezett megmérettetésen 112 ország 1780 ifjú tehetsége szállt versenybe a dobogós helyekért. Dani egyéniben 151 vetétársával küzdött, végül az 57. helyen zárt. Az április elejé Helsinki-ben megrendezett All Stars Games gálán a tapolcai Rédli András egyéniben és csapatban is képviselte Magyarországot. A barátságos torna alapkoncepciója szerint a kontinens északi és déli féltekének versenyzői vívtak egymás ellen. Az olimpiai bronzérmes párbajtőröző a déli csapatban kapott helyet, ahol egyéniben aranyérmet szerzett. Megkezdődött az idei szlalom versenyszezon, Szollár Norbert több érmet is szerzett már.
Március végén a Bakony-Szent László kupán nem csak Téper 2 kategóriában, hanem mindenkit megelőzve sikerült az első helyen végeznie. Elmondta, az esős időjárás komoly megpróbáltatás elé állította az indulókat, a szervezőket és a pályabírókat egyaránt, de a verseny ennek ellenére rendben lezajlott. Az első idei futama jól sikerült, úgy érzi az autóból és önmagából is kihozta a maximumot. Április közepén a Debecseri Slalom kupán Áper 2 kategóriában az első helyet szerezte meg, immáron negyedszerre. A megyei szabadidő csapatbajnokság harmadik fordulójában a Tapolca Városi Sportegyesület teke szakosztályának Bakos István, Nagy László, Nyírő Tamás, Kis József alkotta csapata a negyedik helyet szerezte meg. A Tapolca Városi Sportegyesület sakkszakosztályának két tehetsége az első helyen zárta az idei diákolimpiát. A március végi miskolci országos döntőn szépen szerepeltek a tapolcai sakkozók, akik közül ketten a dobogó legfelső fokára állhattak az eredményhirdetésen. Az egyéni megmérettetés negyedik korcsoportjában Juhász Judit, a Keszthelyi Vajda János gimnázium tanulója, míg az ötödik korcsoportban Érseki Tamara, a budapesti ELTE Apáczai Csere János gyakorló gimnázium és kollégium diákja nem talált legyőzőre. Dobogó közeli eredménnyel zárt még a szakosztályból az első korcsoportban Tóth Barnabás, a harmadik korcsoportban Bodó Boglárka, a hatodik korcsoportban pedig Margot Roland, akik a hatodik helyen végeztek. Utóbbi korcsoportban Buzás Bertalan a hetedik helyen zárt. A csapat diákolimpián Juhász Judit és Bodó Boglárka az első tábladíjat hozhatta haza. Gál Zsóka és Juhász Judit a Tapolca VSS sakkszakosztályának tehetséges fiataljai a válogatottban is együtt játszottak Mátraházán. A Magyar Sakkszövetség szervezésében a magyar-lengyel válogatott ifjúsági mérkőzésen Gál Zsóka és Juhász Judit a 8 fős csapat 5. és 6. tábláján kapott lehetőséget. Judit kiválóan küzdött ellenfelével, Zsókának pedig sikerült mindkét mérkőzését megnyernie, amiért külön díjban részesült. Végül a lengyel válogatott bizonyult erősebbnek, és ők vihették haza a győzteseknek járó selleget. A barátságos játszmák mindkét fél számára nagyon hasznosak és tanulságosak voltak. Hódmezővásárhelyen fejeződött be idén az úszás diákolimpia március 25-én. Az országos döntőn Tapolcát német Emília Anna képviselte. A tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézményének ifjú tehetsége az első korcsoportban két versenyszámban indult. 50 méter gyors úszásban a 17., még 50 méter mellúszásban a 16. helyen végzett. Egy hétre rá a Keszthelyi Kiscápák Ese színeiben versenyezve, Emília a Colonia Claudia Szabariánzum úszóbajnokság második fordulójáról ezüstéremmel tért haza. A szombathelyi megmérettetésen 50 méter hát versenyszámban sikerült a tapolcai lánynak a dobogó második fokára állnia. 50 és 200 méter gyorsan a negyedik, míg 200 méter vegyes versenyszámban az ötödik helyen végzett. Edzője Szántó Kata. Március végén Ajkán rendezték meg a Veszprém megyei kézilabda diákolimpia döntőjét. A tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola harmadik korcsoportos leánycsapata ezüstérmet szerzett. 6 csapat versengett a megyéből a legjobbak közé jutásért. Tapolca két ellenféllel játszott el a csoportmérkőzéseit. A balatonalmári csapat erősebbnek bizonyult, 16-9-re győzték le a tapolcaiakat. A második mérkőzésen fordult a szerencse is, szoros meccsen, végül Tapolca bizonyult sikeresebbnek 15-14-re a pápai együttes ellen. Ezzel a csoport élén végeztek, így a döntőben az ajkai lányokkal kellett szembenézniük. Elszántan vette fel a küzdelmet a vendégcsapat, de végül 21-14-re a vendéglátók szerezték meg az aranyérmet. 3 megyei diákolimpia győzelmet értek el, a hétköznapokban a Tapolca Városi Sportegyesület kosárlabda szakosztályában felkészülő tanulók több korcsoportban is. A szakosztály munkája révén, iskolájuk színeiben is eredményesen szerepeltek sportolóik. A lehetséges 4-ből mindannyiszor a megyei döntőbe jutottak, és 3 bajnoki címet szereztek a diákolimpián. A harmadik korcsoportos lányok a Révfülöpi Általános Iskola csapataként indulva Balatonfüreden 67-39 végeredményű győztes mérkőzéssel szerezték meg az első helyet. Pontszerző Bibor Hanna 30, Molnár Dóra 28, Balog Szonya 4, Gerics Izabella 2, Török Anna Mária 2 és Pálfi Maja 1. Ugyanebben a korcsoportban indulva a tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola fiú csapata hazai pályán 52-31 arányú győzelmével szerezte meg az aranyérmet. Pontszerző Muzsi Ferenc 14, Fáncsi Dorián 12, Pabotond 9/3, Szita Márton 9/3, Konter Máté 8. A negyedik korcsoportos Révfülöpi lányok Ajka ellen győztek 61-25-re, így megszerezték a megyei bajnoki címet.
Pontszerzők Czakó Luca 17, Tullen Ráher 16, Bibor Hanna 14, Árokszálási Ramona 6, Pálfi Bianca 4, Molnár Dóra 2 és Pálfi Maja 2. A tapolcai Bárdos Lajos általános iskola labdarúgói több korcsoportban is szépen szerepeltek a Diákolimpiai megyei döntőjén a Városi Sport és Szabadidő Centrumban. Az első korcsoportos legifjabbak a bronzérmet érdemelték ki. A második korcsoportban a tapolcaiak az ötödik helyen végeztek. A negyedik korcsoportos csapatok között a helyiek maguk mögé szorítottak mindenkit, így Tapolcát és iskolájukat képviselve indulhatnak a nyíregyházi országos döntőben. Felkészítő Karasun Éva és Hanszman László. Barátságos teremlabdarúgó tornával kedveskedett húsvét alkalmából a helyi óvodásoknak a Csermák József rendezvénycsarnok és a Tapolcai Diáksport Egyesület. A hagyományos nyuszi kupára nagy izgalommal érkeztek a csapatok a Szent Erzsébet óvodából, a Tapolcai Kertvárosi óvodából, valamint annak Barackvirág, Hársfa, illetve Szivárvány tagintézményéből. Az elmaradhatatlan vidám, közös zenés bemelegítés után két félpályán vette kezdetét a küzdelem rövidített mérkőzések alatt. A jó hangulatú sportolás során a gyerekek igazán kitettek magukért. A torna végére kellemesen elfáradtak, amit talán sikerült elfeledtetni a szervezőktől kapott emléklapoknak és édességcsomagoknak. Három éremmel tért haza Szánt Imre a Kadarkúton megrendezett Nemzeti Szkanderbajnokság döntőjéről. Masters bal, illetve Masters jobb kategóriában sem talált legyőzőre, így az aranyérem csillogott a nyakában az eredményhirdetésen. A szeniorok között jobbkezes összecsapással az ezüstérmet szerezte meg. Következő megmérettetésére jövő hónapban utazik Bulgáriába a Szkander Európa bajnokságra. A Tapolca VSL Thai Box szakosztály ismertebb nevén a Tapolcai Muay Thai Gym három ifjú sportolója formában volt a zalaegerszegi európai nyílt bajnokságon április 14-én. Mindenkit dobogóra szólítottak az eredményhirdetésen. A versenyen ezúttal kick light kategóriában mérették meg magukat a fiatalok. A tapolcaiak közül Tóth Zsombor 42 kg lépett elsőként a szorítóba. A tőle megszokott gyorsasággal, végig szép technikával küzdött, így nem volt meglepő, hogy aranyérmet szerzett. Közvetlenül utána Muzsi Dániel 49 kg, kemény bunyóval, szenzációs kontraboxot bemutatva nullázta le ellenfelét, ezzel megszerezve az első helyet. Nagy Imre 70 kg, mérkőzésein az erőteljes stílusát hozta, ezzel a dobogó második fokán végzett. A verseny értékelésében a szakosztály vezetése kiemelte, hogy nagyon fegyelmezett és látványos bunyót láthattak a versenyzőiktől. Fárasztó nap után megérdemelten kerültek nyakukba az újabb érmek. Edző Szegvári Tamás munkáját segítette Lovas Imre. Ismét nagy érdeklődés mellett zajlott április 15-én a hagyományos asztali teniszbajnokság a Csermák József rendezvénycsarnokban. Az idei évben áprilisban rendeztük meg az eddigi évekkel ellentétben az asztali tenisz bajnokságot. Nagyon sokan jelentkeztek, talán idén a legtöbben. A legnépesebb kategória 14 év alatti fiúk korosztály. Ott közel 20-an éppen nagy bal játszanak, de ezek mellett jelentkeztek fiúk, lányok 14 év alatt, 14 és 18 év között, illetve 18 év felett férfi, felnőtt, amatőr, és természetesen profi versenyzők is, és női 18 év feletti kategóriában is jelentkeztek. 5 asztal látható, azon mérkőznek meg egymással,
Folyamatosan pörgetjük a versenyeket, reggel 9 órától fogva, egészen délutánig, és az első három helyezettek oklevél és érem díjazásban fognak részesülni. A mai versenyen nagy segítségemre van Gyarmati Zoltánné Gabi, aki az egész versenyt koordinálja és ő segíti. Legfőképpen Tapolcáról érkeztek, de a környező falvakból, városokból is, Badacsony-Tomaj, Badacsony-Tőr, Demíc és Csabrendekről is érkeztek. Nem csak hobbi szinten, hanem versenyszinten is űzöd az asztali teniszt. Milyen eredményeidre vagy a legbüszkébb? Legbüszkébb vagyok a tavalyi országos csapat 5. helyezésemre. Idén a csapat országos csapat 6. és az egyéni 6. helyezésemre. A sportgálán is elismeréseket kaptál már. Igen, tavaly a hoppá kategóriában díjaztak, idén pedig az iskolai kategóriában, iskolai versenyző. Mi fogott meg ebben a sportban, ebben a sportágban? Végül is nem kell túl sok dolog hozzá, csak egy ütő, meg egy labda. Asztal az van diszelben, oda járok edzeni. Apukám az edzőpartnerem nagyrészt otthon, diszelbe pedig másokkal is játszom. Nagyjából 2,5 éve kezdtem, apukám ütőjét találtam meg, és azzal kezdtünk el játszani. Mi az, ami még arra vezetett, hogy ezt a sportágat kezd el? Kosárlabdában egy térdsérülésem lett, és nem engedtek tovább kosarazni, ezért választottam a pingpongot. 5 asztalon, 7 korcsoportban összesen 40 tapolcai és környéki résztvevő küzdött meg az egésznapos versenyen a dobogós helyekért. A 10 év alatti fiúk között első Morawski Krisztián Milán, második Csizmadia Csanád, harmadik pedig Kocor Rihárd. A legnépesebb kategóriában, azaz a 14 év alatti fiúk között, az aranyérem Horváth János, az ezüstérem Kolompár Balázs, míg a bronzérem Kaszaza lányakába került az eredményhirdetésen. Azonos korosztályban a lányok között a dobogó legfelső fokára német Mercedes, a másodikra Luthor Roxana, míg a harmadikra Horváth Krisztina állhatott. 14 és 18 év közötti fiúk kategóriájában az első helyen Nagy Tamás Levente, a másodikon Farkas Gergő, míg a harmadikon Krizsán Martin végzett. A felnőtt női, amatőr, nem igazolt versenyzők között aranyérmes Gyarmati Zoltánné, ezüstérmes Nagy Emilné, bronzérmes pedig Lakatné Mógor Katalin. A felnőtt amatőr, nem igazolt férfiak küzdelmében az első helyen Nagy Tamás Levente, a másodikon Kis Zoltán, a harmadikon pedig Rutár Tibor végzett. Az igazolt felnőtt férfiak erőpróbáján a dobogó legfelső fokán Nagy Emil, a másodikon Rutár Tibor, a harmadikon pedig Kis Zoltán végzett. A Magyar Judo Szövetség márciusi Hajime magazinjában Simon Mihályal, a Simon Judo Szabadidő és Diáksport Egyesület alapítójával és vezetőivel készítettek interjút. Ezt az anyagot tekintetik meg most a következő percekben. Egy parányi japán a Balatonfelvidék szívében. Salföldre utaztunk Simon Mihályhoz, aki körbevezet minket dozsójába, ahol a judo nem csak sport, hanem harcművészet is. Ősi nyugalom hatja át Simon Mihály salföldi birodalmát, ahol a judo szelleme egy kicsit mást jelent, mint a versenyek dübörgő világában. Saját edzőtermet és szállást alakított ki háza körül, hogy edzőtáboroknak és összejöveteleknek adhasson otthont a békés környezetben. Először itt a jobbra lezment egy 14 ágyas szoba. Télen, nyáron, amikor iskolai szünet van, tudjuk használni, táboroztatni a gyerekekkel. Sok helyen voltunk táborozni, de vagy a szállással volt gond, vagy az étkezéssel, vagy nem tudtuk lerakni a tartalmit, szóval és akkor azt mondtam, hogy ennek vége kell vetni, és akkor ezt úgy építettem ki, hogy majd látni fogják ezt a kis dozsot, illetve fent a nagyobbik dozsot, hogy két helyen tudunk dolgozni. Jöttek ide japánok, és bejöttek az udvarra, és meglátták ezt, és már rögtön hajoltak meg minden. Nagyon nagyot alkotottak állam. A maga az életről, amiket leírt, mondott. Ugye van egy pár alap dolog az, hogy minden ember az általános jólétre és a boldogságra született. És akkor sorolhatnám tovább. És akkor az itt a gyerekek ide leültetem, nézik őket, meg tudjuk beszélni. Ez pedig a dozsó. '87-ben végeztem a TFL. Akkor el kell döntenem, előtte volt egy vállalkozásom, egy építői vállalkozásom, egész jól ment. De ugye nem tudtam a kettőt egyeztetni már időben, és akkor úgy döntöttem, hogy
választom a tanítást, a gyerekek keverő dolgozást. A versenysport igen fontos, nagyon fontos része, hiszen magam is versenyeztem, én kétszeres világbajnok vagyok. Tulajdonképpen a kánonmester a judót, mint egy testnevelési, mint egy nevelési rendszer dolgoztak ki. Ez sajnos ez sok helyen feledésbe merült. Szállás lehetőség, egy 21 embert tudunk elhelyezni, följöttek, látni fogjátok. Hát komoly élet van itt. Gyerekek is nagyon szeretik, kedvelik. A házi dojo után irány a hegyoldal, ahol két éve egy másik edzőterem is épült. A Káli-medencére néző, japán kultuszt idéző épület a mester saját keze munkája. A nyáron ez a kedveltebb, ez a dojo. Levegő miatt, meg itt, ha látjátok, itt szabadon lehet edzeni, rálátni a Káli-medencére. És ez pedig ilyen. Hát két éve építem. Mindig van rajta, amit csinálni. Szóval maradjunk ennyibe. Annak ide úgy fedeztem fel ezt a részt, hogy Ábrán megyen vettem egy kis telket, egy utcát. Hogy építettem, és ide jártam föl gilisztány, mert horgászni szoktam. És annyira megtetszett, mondtam, hogy ha egyszer lesz egy alkalom, hogy van rá lehetőség megvenni a kis házat, akkor meg. És ezt 86-ban vettem. Tudod, kiért ide, ott a kis rókák itt fogták a szöcskéket, tudod? És akkor ezért a gyerekek, nézzétek csak meg, hogy milyen. A bátrabbak itt alszanak fönt, hát látjátok, hogy ennél jobb fekvőhely a tataminál nincsen. Hozzák a hálózsákottól, és akkor itt vannak fönt. Bográcsozunk, főzünk, tudod, ezért vagyunk. El vannak. A többszörös mester eredményeit még felsorolni is nehéz lenne, de az igazi boldogságot mégis a tanítás jelenti számára. Számos óvodában és iskolában nevel gyermekeket a judó és a harcművészet szépségeire és értékeire. Most éppen Gyenes Diáson járunk, ahol az óvodás gyerekek már izgatottan várják Misi bácsit. Olyan lassan készülnek rá! Nem baj, nagyon szépen köszönöm, de megcsúsztad sajnos. Köszönöm, drága, csókom a kezeit. Gyertek, fiaim! Nekem kéne fizetni, akkor is jönnék. Ha egy értelmes munkát adunk nekik, ami érdekes és hasznos, ők azt csinálják. Régen azt mondták, hogy ekkor a gyerekeket nem lehet leködni csak 20 percig. Én bebizonyítottam azt, hogy más órán keresztül folyamatosan dolgoznak és élvezik. Hát hogy ne, itt mindenki tud már bukfencezni, csinálják, dolgoznak. Szépen lerakjátok a ruhátokon úgy, ahogy nyílik. Igen? Akkor jövök be, hát lognak rajta, mint gyümölcs a fán. Őszinték, tiszták, azt mondják, ó, Misi bácsi, de nagy hasonló. Szóval ő megmondja, a nagyobbak már zsiványabbak, azok már néha azt mondják, amit szeretnénk hallani. Minden rendben? Ettél itt meghatározó az életben, hogyha ha meg tudom velük kedveltetni a mozgást, hisz ez a fő cél. És ugye a judónak a Tyson Nippon japán gimnasztikája olyan, hogy mindent átmozgat. Sarka beszél, úgy és zártak én a Trombosim úr. És a tenyészetet elvezetik. Somenire? Orosz! A gimnasztikának a másik része ez a Seiryuku Zenyo Kukumi Taikuno Kata. Lefordítva annyit jelent, hogy a maximális hatékonyság nemzeti testnevelés forma gyakorlata. Ha ezt rendszeresen végezzük, az izmaik megerősödnek, rugalmasak lesznek, gyors reakcióra lesznek képesek. És már velük ezt lehet csinálni. Kisore? Tanuljanak meg küzdeni. Ne félnek a vereségtől. Tanulják meg a másikat tisztelni. Tanuljanak meg közösségbe élni. Igyekszem úgy csinálni, hogy ugye mindenkinél van jobb, ügyesebb, szebb. És ha megértik azt, hogy az egyik gyereknek a mozgásban van tehetsége, a másiknak lehet, hogy a számolásban vagy az olvasásban. És hogy mindenki egyforma érték. Tudják elfogadni a másikat, ez nagyon nagy dolog. Ti mehetek együtt? Gyere ide! Jó? Na mennyi szalámmal? Gyere! Arra
Magazin műsorunk végén kérem, hallgassák meg sportprogram ajánlónkat. Idén is megrendezik a Tegyünk a Földünkért kerékpáros rendezvénysorozatot. Május 8-án, kedden 7-től 9 óráig bringás reggeli. Teával, péksüteménnyel várják az iskolába, munkába, kerékpárral közlekedőket a Köztársaság téren. Június 8-án, pénteken kerékpáros kirándulás, gyülekező 16:30-tól a Köztársaság téren, indulás 17 órától. Útvonal. Köztársaság tér, Földút, Zalahaláp, Ady Endre út, Földút, Diszel, 77-es számú út melletti kerékpárút, Köztársaság tér. Vendéglátás a diszeli Csobánc művörődési háznál a falu kemencénél. Kerékpáros sisak használata ajánlott. Szervező Tapolca Kft. Csermák József rendezvénycsarnok, támogató Tapolca város önkormányzata, közreműködik a Tapolcai Egészségfejlesztési Iroda, a Pékfutár és a Tapolcai Rendőrkapitányság. További információk a www.tapolcacsarnok.hu honlapon, a www.facebook.com per Tapolcacsarnok oldalon, valamint a 30-as 565 11 30-as telefonszámon. Mindenkit várnak szeretettel 14 éves korig a 7. gyermekhorgászversenyre. Minden nevező mellé kötelező egy fő felnőtt segítő. Felszerelést mindenkinek magával kell vinni, amennyiben nem rendelkezik vele, kérhetik a szervezők segítségét. Nevezési díj nincs. Helyszín Halimba Nagytó, május 13-án. Első nap május 21-e. Gyülekező reggel 8:30-kor, a verseny pedig 9-től 12 óráig tart. További információk Jakab Néboc Alexandránál a 30-as 901 50 72-es telefonszámon, vagy Tóth Bernadettnél a 30-as 322 93 04-es telefonszámon. Úszás oktatás a Tapolcai strandon óvodás és 7-12 éves gyermekek részére. A kéthetes, kétszer-öt napos oktatás során a gyermekek kulturált környezetben, szabadtéri medencében, szakmai segítség és felügyelet mellett játékos foglalkozások keretei között sajátíthatják el azt az úszástudást, amely egész életüket végig kísérheti. Időpontok. Június 18-tól 29-ig 7-12 éves gyermekek részére, július 2-től 13-áig 7-12 éves gyermekek részére, július 16-tól 27-ig óvodások részére, július 30-ától augusztus 10-ig 7-12 évesek részére. Első oktatási idő 7:30-tól 8:15-ig, második oktatási idő 8:15-től 9 óráig. Érkezés a kezdés előtt 15 perccel. A jelentkezési lap megtalálható a www.tapolcakft.hu oldalon és a Városi moziban. Jelentkezési határidő az oktatás első napját megelőző hét csütörtök 16 óra. A jelentkezési lap leadása és az oktatás díjának befizetése a Városi moziban. További információk www.tapolcakft.hu, www.facebook.com/tapolcakft, valamint 30-as 565 11 30-as telefonszámon. A tábor szervezője Tapolca Kft. Sportszervezés. Focitábort szervez gyermekeknek a TIAC VSE 6-14 éves kor között. Szakképzett edzők, napközis jellegű foglalkozások, kánikula eset és strand. Napi háromszori étkezés, reggeli, ebéd, uzsonna. MLS licenccel rendelkező szakképzett edzők. Időpont június 18-ától 22-ig és június 25-től 29-ig. Jelentkezési díj 27 ezer forint per fő. TIAC VSE labdarúgóknak 18 ezer forint per fő a kétszer-öt napra, napi részvételi lehetőség pedig 5 ezer forint per nap. Jelentkezés és részletes információk az Egyesület Facebook oldalán, illetve a 70-es 376 20 20-as telefonszámon. Szünetdei focitábort szervez a Tapolca Kft. 7-10 éves gyermekek részére július 9-től 13-ig, illetve 16-tól 20-áig, kétszer-öt napra 8 és 16 óra között. Részvételi díj 30 ezer forint per fő a kétszer-öt napra, ebből a jelentkezéskor 12 ezer forint per fő előleg befizetése szükséges. A tábordíja az edzéseken és a szabadidős programokon való részvételt, szakképzett felügyeletet, valamint melegebédet és uzsonnát tartalmazza. A jelentkezési lap letölthető, a részletes program pedig május 21-től megtalálható a www.tapolcasporttelep.hu honlapon, valamint a Városi moziban. Jelentkezési határidő július 4-e szerda 16 óra. A jelentkezési lap leadása, valamint előleg befizetése a Városi moziban. További információk a www.tapolcasporttelep.hu, valamint a www.facebook.com/tapolcasporttelep felületeken, illetve a 30-as 565 11 30-as telefonszámon. 8. alkalommal szervezik meg a Tapolca félmaratont június 30-án, szombaton 16 órai kezdettel. 5-10 kilométeres vagy félmaratoni távot választhatnak az érdeklődők egyénében vagy csapatban. Számos újítás, többek között teljesen új pálya várja a futókat.
Részletek a www.tapolcafélmaraton.hu honlapon, illetve a www.facebook.com/tapolcafélmaraton közösségi oldalon. Augusztus 16-tól 20-áig szervezik meg Tapolcán a Hungária Kupa tájfutóversenyt. Részletek a www.hungariakupa.tájfutás.hu honlapon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Sportmagazinnal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, addig is viszontlátásra!